Olykor kesernyés, néha bódító, és van úgy, hogy édes. De mi mégis ragaszkodunk az ízhez. Fortuna Unikum. Háttérinformációk egy csöp eszenciával. Hetente új vendéggel. Vasárnap délelőtt 9 és 10 között. A szeszfőzőmester főzőmester Sukert József. Szép napot köszöntöm a rádió hallgatókat, a mai vendég pedig Szabó Péter Paksváros, a, Pó a, mondtam, polgármestere, aki nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban, Szerbusz Péter. Jó reggelt kívánok én is minden kedves rádióhallgatónak, szervusz! Az alpolgármester az egy olyan hátsó <laughs> tudatalati elszólás Igen. volt, hiszen, hiszen hosszú ideig, ugye másfél évig voltál alpolgármester, ebből, ebből, volt olyan, amikor a június óta tavaly ugye, ügyvívő, vezetőként inket aztán szeptembertől pedig len, hát megválasztott polgármester. És hát még mielőtt a 18-as tervek, elképzelések szóba kerülnének, egy értékelés szeretnék tőled kérni a 2017-es évről beleértve ezeket a személyi változásokat, illetve azokat a változásokat fő vonalakban, amit a város élt meg 17-ben. Igen, hát az újévi beszédemben 2018. január 7-én volt egy új év köszöntő koncert, előtte pedig egy évértékelő beszéd, a tavalyi évet értékeltem nyilván ebben a beszédben, azt is egy Márai Sándor idézettel kezdtem, hogy az embernek pontosan nem fogom most idézni, de az embernek van egy életmenete, és abban hirtelen egy, egy nyugodt életmenete, és abban hirtelen jön egy változás, amelyen egy döntés, amelynek nyomán megélheti a mélységeket és a magasságokat. Én azt gondolom, hogy ez az én életemben is megtörtént a tavalyi évben, hogy egy személyes gondolattal kezdjem, mert valóban addig alpolgármesterként tevékenykedtem, tavaly év közepéig, júniusáig, úgy, ahogy mondtad, és aztán Süli János most már miniszter úr miniszteri ügyvívő polgármesterként vittem a város ügyeit egy jó 3-4 hónapig. Volt tavaly, ugye mert Igen. a Jánost az 10 május 10-én nevezték ki, ha jól emlékszem így az időpontra. Tehát akkor volt Igen. ott egy kis átment, és akkor utána júniustól a választásokig ügyvívő. ügyvívőként dolgoztál. Igen. Igen. Ügyvívőként vittem így igaz a, a város ügyeit, tehát az sem volt egy könnyű feladat, és akkor is kellett azért koncentrálni nyilván a szeptember 10 i választásra a kampány során, de a kampány során is én inkább a feladatokra koncentráltam, tehát a város előtt álló feladatokra, hiszen az Európai Bizottság által hozott döntés értelmében hát eléggé megsokosodtak a feladataink. Azt nem mondom, hogy kapkodni kellett, mert erről szó sem volt kapkodásról, de nyilván elő kellett vennünk azokat a munkákat, azokat a tanulmányterveket, amelyeket már korábban elkészített a városvezetés. Itt most az 540 oldalas tanulmányterve gondolok, Azt akartam tart, tan hogy a... egy hatalmas, hatalmas anyagról beszélünk, Igen, ami, a... ami nem konkrétan, vagy nem csak a várost érintette, hanem a, a, régiót is, és, és ebből, azért, ebből azért felkészülni, vagy átlátni, hát elég komoly feladat lehet. Igen, nagyon komoly tervezési feladatba kezdtünk, hiszen ezeket a feladatokat mindenképpen priorizálnunk kellett, amelyeket ez a tanulmányterv tartalmaz, annak tudatában, hogy nyilván most már eldördült a startpisztoly az erőmű beruházással kapcsolatban, és ebből kifolyólag természetesen a városra is rengeteg feladat fog hárulni a kerítésen kívül. És megtörtént valóban a szeptember 10-én a polgár... Mesterválasztás, ahol a szavazók, a polgárok bizalmából valóban elnyertem a, a polgármesteri tisztséget. A tavalyi év során az, aztán, ugye ez nem csak a személyes életemben történt meg, hanem én azt gondolom, hogy ez a márai idézet, amit akkor elmondtam, ez egy város életére is jellemző. Tehát van egy uh, folyamatos nyugodt élet egy városban, és aztán jön egy döntés, amely. Uh, járhat mélységekkel, de magaslatokkal mondod, is. Én a... azt gondolom, hogy a magaslatok fognak uh, elkövetkezni a, a városunk életében. Ebben, de mondod ugye azt, hogy, hogy a város nyugodt életet él. Vannak hangok, akik azt mondják, hogy a városnak ugyanezt a nyugodt életet, ugyanazt a tempót kéne vinnie, mint uh, amit visz. Az erőmberuházásnál meg ott van a Paks 2, csinálják ők. Ha nekik autópálya kell, csinálják meg, ha nekik szállás kell, oldják meg, ha nekik szolgáltatás kell, oldják meg. Hogy érzed, ezt? lehet ezt így külön választani, vagy tényleg feladata a városnak, hogy ebben aktívan részt vegye? Én nem gondolom, hogy ezt a Paks 2-nek kellene egyedül megoldania, hiszen az erőmű építés során, ezt nem tudom, hogy a városlakók mennyire tudják, Paks 2-nek a feladata abban merül ki, hogy a kerítésen belüli uh -huh. atomerőművet építsék meg, és persze nagyon nagy szükség van, azt gondolom, az együttműködésre. Paks az együttműködés városa. Mi abszolút így állunk uh, ez a témához, az erőmű beruházáshoz, hogy mi szeretnénk együttműködni mindegyik féllel, Paks 2 az államtitkársággal, minisztériummal, a tárcanélküli minisztériummal, illetve természetesen az orosz, az orosz, féllelés, az orosz adommal, igen. hogy uh, valóban a város úgy uh, kerüljön ki ebből, hogy annyira ne érezhesse meg. Azt nem fogom, meg nem is ígéri senki, hogy a városban nem fognak történni változások, de én azt gondolom, hogy E, jó is, hogyha egy kicsit e, történik itt e, változás, mert elég elszomorító, ha mondjuk e, szombat délután vagy vasárnap e, az ember e, kimozdul az utcára, és olyan, mintha kijárási itt már lenne. már csak az elszomorító, Igen. mikor pénteken reggel piaci napon kimegy a fő utcára. Az meg a másik oldala, így igaz, tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy mindenképpen e, változásra van szükség. Természetesen úgy, hogy ezt pozitívan éljük meg mindannyian, e, mármint a Paksváros e, lakossága. 2017 ugye ezek mellett a személyes dolgok mellett ugye azért a város működött, még nem is hogyan, hiszen sok-sok pénz jutott például utcák, tömbelsők felújítására, és, és hát ebből egy kicsit, ugye mindet nem lehet elmondani, mert Igen, mondom, jó, ez egy jó, bőséges jó, tál, amiből lehet meríteni, hát légy szíves a fontosabbakat emelt ki nekünk. Igen, hát meg korábban is ugye azért készült a város a beruházásra, <laughs> amíg ez a standstill időszak volt az Európai Unió részéről, és valóban ö, elkezdtük a, a felkészülést. Hát kezdeném az egyik legfontosabbal talán a nagy forgalmú, nagyon rossz minőségű utaknak az aszfaltozásával. Tehát itt nem a faltól falig történő felújításra gondolok, hanem a lakótelepről ö, indultunk, és. Igen, hát volt olyan időszak, amikor hat utcában volt igen, egyszerre, ugye, igen, igen, igen javítás, illetve igen, igen, aszfaltozás. Igen, 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 ez így igaz, tehát a lakótelepről indultunk, és ezeket az utakat, utcákat újítottuk fel itt a, alapvetően a kishegyi út, ifjúságút tényleg nagyon rossz állapotban lévő. Ö, utakról beszélek, ezeket aszfaltoztuk le, vagy akár az építők útját is említhetem. Aztán a Rákóczi út, Pál utca, ugye Cseresznyés felé vezető Györkönyi útnak az aszfaltozása történt meg. Én azt gondolom, hogy a kivitelező cég nagyon profi munkát végzett, tehát elég kevés, elég kevés bosszúságot okozott. Pont Én ezt azt akartam mondani, hogy ott nem ott nagyon számára. volt fennakadás. Ugye mindenki arra számított, hogy befullad a város, igen. hiszen, hiszen ennyi helyen egyszerre nem lehet közlekedni, lehetett közlekedni. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kivitelező céget sikerült ugye hát ezen az eljáráson átmenve kiválasztani. De ezen túlmenően a nagy forgalmú felújításán túl Valóban folytattuk a Tömbelsők felújítását is, elég ugye a Váci Mihály utcai Tömbelsőre utalni, ahol uh, tényleg nagyon szépen átalakult az a, a kis uh, uh, Tömbelső városrész is. Ugye a Jóremlékszem, bocsás, folytattuk... mert két ütemben volt, és ez az most ott lezárult, az kész. A Váci Mihály utcai Tömbelső teljesen uh, kész. Uh, még, én azt gondolom még a közlekedés is uh, javult ezen a területen, a, a lakók szerintem sokkal jobban tudnak ott parkolni, tehát nagyon szép lett a Ácimió utcai tömbelső, és elindítottuk a Kurcsatov utcai hát ezt tömbelső mondani. felújítását. Amely ugye eredetileg a... az bocsás, meg úgy volt tervezve, hogy három ütemben igen. lesz felújítva, de ahogy felgyorsulnak az események, négy legalábbis ütem. négy ütemben. Jön a negyedik ütem, igen, az első három ütem az ugye a a... az Ifjúság-Kurcsatov de... kandokánál végmerjenünk. Igen, igen erre dél-kelet e, felé haladva. A negyedik ütem pedig a, a déli része a Kurcsatov utcának, tehát maga, maga a Kurcsatov utcai tömbelsőnek a, a felújítása, amely ugye a Tellerede utca és a az a Szerviz utca közötti területről van szó, tehát az is meg fog valósulni az elkövetkezendő évben, és hát már ebben az évben folytatódik annak a tömbelsőnek a felújítása. Egy és. körülbelül összeget tudsz nekem arról mondani, hogy ezek az útfelújítások, tömbelső felújítások? Az aszfaltozás körülbelül 300 milliós nagyságrendet kell elképzelni. A Kurcsató utcai tömbelsőnek a, a négy üteme is el fogja érni, én azt gondolom a 4-500 millió forintot a felújítás a Vigner Jenő nagyon rendben van, ott lakom, naponta látom. Eleinte egy kicsit úgy izgatott a dolog, mert mintha nem ment volna olyan tempóval a beruházás, mint ahogy mi ott a lakók szerettük volna és akkor, akkor aztán utána csak úgy felgyorsult, és már uh -huh. kész. Úgy, néztem, hogy még, még a fákat is sikerült, úgy gondolom én annak Meg köszönhetően, megmenteni. amit lehetett megmenteni, illetve az újakat most januárban jó időnek köszönhetően kivültetni. És akkor, ha már ezek az utcák tömbelsők szóba kerültek, hogy az is egy kérdés, hogy ezeket kövel kell borítani, vagy betonozva legyenek. Van, aki az egyiket szereti, van, aki a másik. Az biztos, hogy ahol kővel van borítva, az esztétikailag gyönyörű. Arról nem beszél, vagy nem kell felú, ö, festéseket csinálni, hiszen kőből ki van Rakva az, hogy hol a parkolóhely, hol nem lehet parkolni. Tehát a következőkben beton vagy kő? Igen, hát a lakossági fórumok kapcsán is felmerül ez a kérdés. Nyilván mielőtt egy utcát felújítunk, lakossági fórumot tartunk az utcában lakók számára, és azért az ő véleményüket is kikérjük, meghallgatjuk, beépítjük adott esetben a felújítás során. Nagyon vegyes természetesen a lakók véleménye is ezzel kapcsolatban. Én arra fogok törekedni, vagy a városvezetés arra fog törekedni a képviselőtestület, hogy minél inkább beépítsük a, a lakosság véleményét, hogy ők hogyan szeretnék, hogy hogyan nézen ki az utcájuk. A térburkolatnak, a térkövezésnek nyilván megvannak az előnyei. Akár egy csőtörés, vagy akár egy közmű, Hiba esetén nem kell újra aszfaltozni, hanem felszedik a térkövet, és ugyanúgy visszahelyezik, és akkor utána meg nem kell azzal számolni, hogy esetleg kátyú veszély lesz. Az aszfaltozásnak is nyilván megvannak az előnyei, hátrányai. Ezeket figyelembe kell hát Az aszfaltozás biztos hogy... könnyebb takarítani, a, Igen. Ez, ez fix, ugye hótolásról, söpésről beszélünk, mint ezeket a köveket, viszont hát esztétikailag szerintem Igen. nem annyira szép. Nem csak utak, esik, új utak, meg történt azért egyéb beruházás, és gondolok itt arra, hogy elkészült például a jó, ami egy kicsit kicsúszott az engedélyezési eljárás mm. miatt ugye hivatalos átadásra, a jól emlékszem igen. nem volt, viszont készen van. Ott van meg, történtek egyéb dolgok, Dunakömlőt, faluház, meg lehetne sorolni. Igen, igen, hát akkor haladhatunk tovább ugye a, a, lakó, a lakótelepről, ha jövünk le a, a város központ felé. Természetesen itt is nagyon fontos beruházások történtek meg az elmúlt évben, tehát a 2017. évben. Akár ugye a Városi Múzeum környezetére gondolok, amely épületét ugye még 2016-ban adta át a, a, az önkormányzat, de a, nyilván a, a környezete is nagyon szépen megújult a, a Városi Múzeumnak, és valóban a Dunakömlődé faluház felújítása is elindult már, a vizes blokknak a a kialak, kialakítása, de akár a Dunakömlődi ö, temető ravattalozójának a megújítását is ö, említhetném, illetve az utcáinkat, hogyha már erre felé haladunk a Hunyadi utca, amely egy elég hosszú utca és elég problémás utca volt, ö, hát igen, az, a közművek az, az, tekintetében. Az, az sok, sok minden igen, történt. Sok, Ugye a tervekben nem az szerepelt, mint ami a valóságban igen, van igen, igen, vagy igen. fordítva, tehát nem a tervek igen, szerint igen, igen. kerültek a. A... Itt, itt szeretném megköszönni a Hunyadi utcában lakóknak a türelmét és a felújítás kapcsán, hiszen valóban egy kicsit elhúzódott, de azt gondolom, hogy egy nagyon szép utcát sikerült átadnunk a... Volt polgármester úrral lapolta. az elmúlt hétvégén, ő volt itt vendég, és végigmentünk. Ugye, azért csak visszahúzza a szíve ilyen Igen. szempontból is. Úgymond ellenőriztük ezeket, és neki is, nek is tetszett, hogyha Igen. lehet ezt mondani. Egy kicsit kunkorodjunk vissza a Városi Múzeumhoz, hiszen ott a parkoló egy új típusú burkolatot kapott, ami amiről azt kérdezem, hogy mi a vélemény nektek, a szakembereknek mi a véleménye, illetve lesz-e ilyen még? Nyilván a szakemberek véleményét hallgattuk meg ebben a ö, tekintetben. Azt gondolom, már én is kipróbáltam és használtam azt a parkolót, illetve hát ugye amilyen felületet kapott, hogy nem ez a tipikus kavicsos ö, felület, hanem ott marad ez a, ez a, ez a burkolat. Én, én ezt egy alapvetően jó ö, döntésnek ítélem meg, tehát egy jól használható ö, felületet kapott. Ez környezetbarátabb, mint környezetbarát is, igen. igen. Rendezvényhajó, egy mondatot azért de légy Bocsánat, az, igen, ez az előbb említetted, aztán kiment a fejemből. Valóban a, a rendezvényhajót is ö, sikerült átadni. Ö, én azt gondolom, én már jártam rajta, valóban a hivatalos átadása még nem történt meg, de egy nagyon jól használható ö, hajót ö, kapott a város ö, én azt gondolom, a város közönsége a paksi polgárok, ahol nem csak a, a szokásos augusztus 20-ai ünnepséget lehet majd megrendezni, hanem én azt gondolom, hogy tavasztól őszig, ugye, ha az időjárás engedi, egyre gyakrabban szeretnénk ott különféle rendezvényeket oda, oda vinni, megtartani, hiszen maga a rendezvény hajó is már egy fedést kapott, tehát a vendégművészek vagy nincs érkezők nincs időjáráshoz kötve. És hát, és hát ott nagyon sokan elférünk, Paks lakossága még nyilván a katasztrófa védelemmel tartanak az egyeztetések, hogy az 1100 főnél a nagyobb uh, létszámú rendezvényeket hogyan lehet Ezt ott Ezt ilyen ott nyílte, egyre is kell, mert jó, hogyha azt mondják, hogy Igen, a csarnokban hát a... nem mehet be több, azt én elfogadom, Ezt de itt ott, ott ugye... van a hely bőve. Nem arról van szó, a kimenekítésről Aha, van szó, maga? és hát ugye ott van a töltés, ott van a vasút, hogy merre lehet. A kimenekítés, kimenekíteni. majd Nagyon az az szigorú szabályok van. Az is fogja segíteni a kimenekítést, ugye, hogy a tervekben most szerepel a Dunapart felújítása, erre pénz is van, de erről, Igen, majd, erről majd csak majd zene jövőben. után Jó. fogunk beszélgetni. Egyet -egy zenélünk, a hallgatókat bátorítom, hogy kérdezzenek. Van egy elérhetőség 062941001-es SMS vonal. Kuriózumok és a mindennapok. Fortuna Unikum. Kortyolunk ebből is. A Olykor kesernyés, néha bódító, és van úgy, hogy édeses. Mi mégis ragaszkodunk az ízhez. Fortuna unikum, Háttérinformációk egy csöp eszenciával, hetente új vendéggel, vasárnap délelőtt 9 és 10 között. A szeszfőzőmester Sukert József. Mai beszélgető társam pedig Szabó Péter Paks polgármestere, és már van egy kérdésünk a hallgatótól, mikor tudják megoldani a Békaváros normális szennyvíz elvezetését. Szép napot kívánok, Marcsi! nagyon szépen köszönöm a kérdést a kedves hallgatótól. Ugye nyilván itt a közművekről van szó alapvetően. Ugye itt a szep, még tavaly szeptemberben történt egy hát elég komolynak ítélt szentább vezeték törés a paksi Vízműnél, ahol a, a város vízellátása történik. Nyilván a közműveinket is szeretnénk felújítani, és szerepel is ez a, ez a tétel egyébként, a, a, a már sokat emlegetett, és én azt gondolom, hogy még idén év elején révbe érő kormányjal kötendő külön megállapodásban is, tehát mindenképpen azon vagyunk, hogy ott a, ezen a területen is a szennyvíz elvezetést meg tudjuk oldani. Említetted a kormányjal való külön megbeszélést, Igen. ugye eredetileg az első elképzelés, ha jól emlékszem, az volt, hogy úgy kezelnék paksot a gigaberuházás miatt, mint a megyei jogú városokat, és akkor egyszerűbb lenne a történet, de ez így ilyen formában nem fog működni, ha jól tudom. Nem, nem fog működni, ugye 2010. 7. novembere óta zajlik az egyeztetés a miniszterelnökség és Paksváros önkormányzata között ezzel a külön megállapodással kapcsolatban. Ez egy nagyon komoly projektlista, amit a város szeretne megvalósítani ebből a külön támogatásból. Ezek csak olyan feladatok, amelyek önkormányzati feladatok, amelyeket kimondottan az önkormányzat feladat körébe tartozik. És hát, ahogy utaltam itt erre, például ez a feladat is önkormányzati feladat, sok más egyéb mellett. Tehát a közművek rendbetétel ja, az mindenképpen, ne. mindenképpen önkormányzat, nem lehet a Paks 2 vagy a, nem, nem, a nem. Ez a városi uh -huh. oh, feladat. Yeah. Említettük azt, hogy 2018 sem lesz lazai év, úgy, úgy, úgy is indult szerintem, mert 21-e van, ehhez képest már volt egy rendkívüli testületűrés és hát gőzerővel történnek az események, egyeztetések, meg különböző tárgyalások is. És akkor kezdjük talán ezzel a rendkívüli testületűréssel érdekes döntések voltak, olyan szempontból érdekesek, hogy ugye az önkormányzat elhatározta, hogy szeretné meggyorsítani bizonyos folyamatokat, annak köszönhetően, hogy nekeljen hónapokat sőt fél éve. Évet várni arra, hogy egy beruházás mondjuk elindítható legyen, és ezért ugye a rendkívüli testületülésen például a kiemelt fejlesztési területekről is esett szó, hogy ezeket már most az önkormányzat kiemelni, innentől kezdve ugye egy kicsit lazábban lehet ezt a menetrendet tartani. Mik ezek a területek, és miért volt rájuk szükség, Péter? Az egyik ilyen kiemelt fejlesztési terület az a városi sportcsarnoknak a, a, a problémája, vagy hát nem problémája, mert ez egy feladat, ami a város és az Atomerőmű Sport Egyesület Azt akartam pont kérdezni, közös. Hogy, hogy csak a város fogja ezt beruházni? Nem, vagy közös nem ez az Atomerőmű Sport Egyesülettel közös feladat. Itt arról van szó, hogy a város a helyet fogja biztosítani ennek a sportcsarnoknak, tehát itt a területvásárlásról van természetesen szó. Elég nagy összeget jelent ennek a területnek a megvásárlása a város számára, és ki kell jelölnünk a területet, ahova ez a sportcsarnok épül. Jó, hogy ezt mondod, bocsáss meg, szabadba vágok, a, a, a dr. Kovács Antal, ugye az AS elnöke, és tőle valamilyen interjúban hallottam, tőle kérdezték azt, hogy hol lesz ennek a helyszíne, és ő azt mondta, hogy ez az kifejezetten az önkormányzattól függ, ahol kijelölő a területet, az ASE ott fog majd építeni, de mindenképpen, mindenképpen ő is azt mondta, hogy elfogadják az önkormányzat döntését, születette döntést, tehát akkor lehet -e tudni, hogy hol lesz ez a csarnok is mekkora, milyen lesz? Ez a városi sportcsarnok körülbelül 3000 fő befogadására alkalmas. Nem csak sportcsarnok lesz egyébként, hanem rendezvénycsarnok is, ahol ö, nagyobb szabású rendezvényeket is ö, lehet majd ö, tartani. A helye valóban megvan, tehát a, az űrgemezei ö, strand ö, mellett ö, helyezkedne majd el, attól ö, kicsit délkeletre, de ugye, ahogy itt az előbb mondtam, kiemelt fejlesztési területé kellett uh, tanunk átmenetileg a Fehérvári út melletti területet, mert uh, jelen esetben csak ott tudjuk elhelyezni, és majd területmódosítást fogunk kérni a beruházótól, Tehát a vagy a, úgy az engedélyestől, oda, és, és akkor ezt, uh, ez, egy ez egy technikai kérdés, igen, és amit át fogjuk helyezni oda. Erre azért volt szükség, mert uh, módosítani kell mindenképpen a helyi építési szabályzatunkat annak érdekében, hogy ezt a sportcsarnokot el tudjuk helyezni a városban, a városképen belül. Tehát, igen, ez volt a csarnok, ez volt és az akkor az van egyik, még egy kiemelt az idősek otthona. Igen, az életve idősek otthonának a bővítését már ugye korábban elhatározta a képviselőtestület, 40 férőhelyjel próbáljuk bővíteni az életve otthonát otthonát, és arról van szó, ahhoz, hogy ez megvalósulhasson azon a területen, itt ugye a 60 os zöld biztosítása helyett elegendő ítélik meg a tervezők is egyébként a 40% zöld a 40%-os beépíthetőség megtartása mellett. Tehát itt is egy kisebb technikai kérdésről van szó. Annak érdekében, hogy ott a bővítés megvalósulhasson, és parkolók, járdákat lehessen elhelyezni, ezért kell csak uh, csökkenteni a zöld felületet, tehát nem arról van szó, hogy ott egy betontöm jön létre. De mekkora férőhelyű lesz ez a, az idősek otthona? Ahogy az, az előbb mondtam, igen, bejön, tehát igen. a bővítést úgy szerettük volna uh, meghatározni, uh, hogy 40 uh, fő, és uh, sikerült azt is elérni a tervezés során, hogy egy ráépítést is uh, sikerült. Uh, igen, ez már elérni. megvalósíthatod, Megtörténtek megvalósítható, a vizsgálat, tehát elbírja az alapot. Elbírja. Elvérje az alap majd, és ott plusz 20 fő számára lesz még nagyon nagy az igény férőhelyekre. Hogy áll ez most a városban? Ugye, ha jól emlékszem, hát, egy számra az 80 igénylő. Igen, 84, 86 férőhelyes az idősek otthon, és ugyanennyi igénylő van. És akkor a Nagyon harmadik sok. ilyen kiemelt fejlesztési igen. terület, ez pedig a szálláshelye a leendő erőműben dolgozóknak, ami, ha jól emlékszem, a volán telep környékéről szólna. Attól I délre, igen. 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 igen, tehát erről van szó. Itt az, ele az elején ezzel kezdtük a beszélgetést, ugye, hogy ki kinek mi a feladata uh -huh. itt a Paks 2-es bővítés kapcsán. Hát itt valóban arról van szó az ideiglenes szálláshelyek kialakításáról, tehát azoknak a munkavállalóknak az elhelyezéséről, akik csak ideiglenes érkez, ideiglenesen érkeznek majd a, az atomerőmű építkezésre, Őket természetesen el kell helyezni mobilházakban, ideiglenes szállásokon. Ennek a területnek a kijelölése is a város feladata, illetve annak a biztosítása, hogy megfeleljen. A helyi építési szabályzatunknak, tehát oda illeszthető legyen, ahova ö, szeretnénk mi. Itt is folyamatosan egyeztetni kell majd az orosz félrel, nyilván az ő érdekük az, hogy minél közelebb kerüljön a. Meg a város érdeke és nem kevés. Meg még. a város érdeke Tehát nem. bevonni mi... ennyi embert ide, az amúgy is zsúfolt területekre. Igen. Igen, tehát, hogy ö, nekünk is ez a célunk, hogy ez ne a városban legyen. Minél távolabb legyen a várostól, hogy a konfliktus helyzeteket Pont. nyilván el tudjuk kerülni. Erről is szó volt, ugye, hogy a is lesznek ezen a területen? Igen, természetesen. Egyébként egy nagyon ö, igényes ö, mobilházakról lesz szó, ami utána vagy elbontható, vagy tovább hasznosítható, amit a városnak én azt gondolom meg kell gondolnia, a képviselőtestülettel is beszéltünk már erről, hogy akár utána azok szociális mondani, két, hogy hiány, vagy hiány szolgálati a szociális bérlakásként szociális igen. igen, tehát utólag majd hasznosítható. Na, szóval arról volt itt szó, hogy ezért azért kellett új kiemelt fejlesztési területén nyilvánítanunk bizonyos területeket, Euh, amelyek besorolás alá estek, hogy ott ezek az ideiglenes szállások megépíthetők legyenek, és valóban ez a, ezek az ideiglenes szállásra a lehetőséget a város a, valóban a volán euh, teleptől, vagy a Molnárároktól euh, délre, illetve a Kölesdi úttól délre elhelyezkedő területen szeretné a város. Nyilván majd az orosz féllel is egyeztetünk, illetve Paks 2-vel, hogy ők hogy, hogyan tudják ezt majd ott beilleszteni. Következő téma az a városi cégek, de még mielőtt erről beszélgetnénk, jött egy újabb SMS kérdés. A Dunakömlődi faluház mögötti szeméttelep, a falu szégyene, pedig a faluháznak van főállású takarítója és a falunak két főállású közterület dolgozója, emni az aláírás. Polgármester úr képbe vagy-e, vagy ezt utólag majd megválaszoljátok? Természetesen képbe vagyok, tehát itt a közterület felügyeletnek is rengeteg feladata van, hárman látják el ezt a, ezt a feladatot, és ezeket az ideiglenes szemétlerakásokat mindenképpen szeretnénk megszüntetni. Sajnos nem csak Dunakömlődön találkozunk ezekkel a, a magatartásformákkal, hanem Paks egyéb területein is. Amint köszönöm egyébként a jelzést a tisztelt hallgatónak, mert amint érkezik a jelzés, akkor mi már felszámoljuk, valószínűleg fel fogjuk számolni ezt a ezt az ideglenes szemétlerakókat, illetve hát próbáljuk megtalálni a, a nevezhetem így az elkövetőt is, csak nagyon nehéz. Tetten nyilván, kell hogy a, érni, ugye? Így, itt csak a tettenérés mm -hmm. számít, hiszen ha hagy is ott valami olyan ö, arra utaló jelet, hogy hogy egy, amin a neve szerepel, mondhatja, hogy simán le tudja, tudja tagadni. Igen, tehát tudja tagadni, csak sajnos a tettenérés. Az, az illegális szemétlerakások kapcsolatban az évtizedek óta, amikor én voltam képviselő, akkor is probléma volt, akkor úgy lehetett, vagy úgy volt az egyik döntés, hogy, hogy a nagy konténereket ugye megszüntette a város, mert azok vonzották oda a szemetet, megtelt, mellé öntötték, és a többi is. Ez jó ötletnek látszott egy ideig, de aztán utána, mintha mi sem történt volna, ugyanúgy használják ezeket az illegális lerakóhelyeket, holott én azt nem értem, hogy ingyen be lehetne vinni a szemételepre. Ha autóval kiviszik mondjuk az űrgemezőre, onnan már öt perc, és akkor legálisan mindezt meg lehetne. Nem értem. Na mindegy. Akkor a faluház megvan, jöjjenek a városi cégek. Ugye ez is téma volt, többek között a DC Dunakom KFT-nek a, a bővítése vagy fejlesztése. H Hogy lehet ezt inkább nevezni? Ugye sok szó esett itt a város előtt álló feladatokról, többek között ennek érdekében is történt a, a DC Dunakom KFT átalakítása, Plusz KFT átalakítása, ZRTV hiszen azon túl, hogy amit ellátott eddig feladatokat, tehát a közterületeknek a tisztán a park gondozástól elkezdve mindenféle feladat, azon túlmenően rengeteg feladat fog várni még a, erre a cégre is, és az új cégünkre is egyébként, hiszen itt nagyon komoly beruházásokra fog sor kerülni, és szeretnénk, hogyha a DC Dunakom cége felnőne ehhez a feladathoz már nem csak a személy, itt nem a személyi állományra gondolok természetesen, hanem mint cég, tehát azt a rangot, azt, azt a rangot elérni, hogy minél több feladatot a, ezen a cégen keresztül végre tudjon hajtani az önkormányzat. Hogy marad önkormányzati tulajdon, természetesen, minden, csak, a, csak hogy a formaváltás történik, ugye kft az ZRTV, ezzel nagyobb lehetőségek vannak. Az továbbra is fennáll így az ZRT kapcsán is, hogy akkor az város kedvezménnyel kínálhat egy-egy pályázat esetén kivitelezés munkákra a saját cégének? Igen, ez keresztül most... továbbra is természetesen, tehát itt az in-house-ra uh, gondoltál szerintem. Álltán, a, igen, igen, erre igen, gondoltam, ezen, csak nem ezen, tudtam mondjuk, igen, csak, hogy a, kell az, in az in eljárásokra természetesen ez továbbra is uh, működik, uh, vagy működni uh, fog majd ezen a területen is. No, még egy cég, ugye, ami január 1-től változott, ez nem más, mint a hulladékgazdálkodási KFT, ugye eddig önkormányzati irányítás alatt volt, vagy tulajdon is volt, Igen. és most Kaposvárhoz csatoltátok, vagy csatolták. Miért volt erre szükség, illetve mit lát ebből az egyszerű lakó? A akkor, hogy az utolsó kérdéssel kezdjem, az egyszerű lakó semmit nem fog ebből a váltásból megérezni. Itt egy országos folyamatról van szó, tehát központosítás történik a hulladégazdálkodás területén is. Valóban a Kaposvári Hulladégazdálkodási Nonprofit Kft-hez e, csatlakoztunk. Megmaradt egyébként a kistérségi e, Csatlakozásunk, tehát Paks, ugye Paks mellett. Marad a központ a továbbra is, a település ha jól igen, ugye, igen, igen, marad továbbra is Paks, és a környező települések maradnak ebben a kistérségi társulásban, tehát továbbra is így látjuk el ezt a feladatot, csak most már a, a kaposvári központhoz fog tartozni Paks. Mondom még egyszer, a lakók semmit nem fognak megérezni, csak a PHG felirat, helyett a KHG felirat fog szerepelni a, a ruhán, vagy akár a, a hulladéktárolókon. Van még egy cég, a Mezőföldvíz. lesz -e itt valami váltás, vagy vagy ezt nem tervezitek változtatni? Nincs, nincs a Mezőföldvíz. Számos, a másik cég, amire utaltál, az a Paksi Fejlesztő és Vagyongazdálkodási igen? ZRT szintén. Ugye ez az ipari park területén, ami működik, ugye jól tudom? jól tudom? Nem, a Paksi Na? Ipari Parkot azt eladtuk, eladta az önkormányzat. Ez a Paksi Fejlesztő és Vagyongazdálkodási ZRT ez is hasonló feladatokat látna el, tehát itt a beruházás során. Nyilván az önkormányzatnak a, a szerkezeti struktúrája e, már nem, nem tudja azt a jellegű e, nagy dömpingű feladatot ellátni, e, mint korábban, és ez a cégünk, amely fejlesztő cég, tehát a városfejlesztési feladatokat e, tudná ellátni. Itt gondolok például a. a a különféle beruházásokra, akár az útfelújítások, de egyéb fejlesztésekre. Jó, most egy kicsit megint zenélünk, pihenjen polgármester úr is, és a hallgatók is, aztán utána konkrét dolgokra szeretnék majd rákérdezni, ami a 2018-as költségvetésbe valószínű megjelenik majd. Fortuna Unicum, a közélet pedig Szabó Péter Paks polgármestere, és mindig Freddy Mercury után megszólalni egy kicsit, hogy az ember hogy <laughs> zavarba van, de meg kell szólalni, mert beszélgetni kell. Sok a téma. Ugye a zene alatt arról volt szó itt kettőnk között, hogy a költségvetés készül is februárban, egy fordulóba szeretnétek fogatni. Hát ennek akkor a sarokpontjai nyilván megvannak, és ezek közül a sarokpontok közül én találomra kiválogattam egy párat, és akkor légy szíves majd reagálni rá. Elbuszok, tehát az elektromobilitás. Ugye erre, ha jól emlékszem, 1,2 milliárd forintot nyert pályázaton, vagy 800-at nyert pályázaton, és a többi, igen, mondjad, polgármester. Igen, így igaz, itt egy ikopos pályázatról volt szó, amelynek során a, ez a paksi közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán. A jelenlegi dízel, dízel üzemű autóbuszokra épülő közösségi közlekedési rendszer nem csak műszaki színvonalában újulna meg, de mindenféle tekintetben, hiszen ezen a pályázaton, amit elnyertünk, összeget 1,7 milliárd forint egyébként, 10 elektromos busz állítanánk be a városi közlekedésbe, tehát a tömegközlekedésben, ezeket használnánk. És csak a, a városi közlekedés, vagy a kis Csak tési... a városi, csak a városi, csak egyelőre csak a városi közlekedésben gondolkozunk, és emellett négy darab elektromos töltőállomás is elhelyezésre kerülne természetesen pakson, és hát nyilván a buszok számára egy darab garázs is létesülne. Tehát ez mindenképpen előrelépés, mondom, nem csak műszaki, hanem a környezet barát ö, megoldást is ö, segíteni. Többször szóba került már itt a városon belül is, hogy a városkártyákra lehetőség lenne, vagy igény lenne. Ez hogy látjátok, lesz -e ezzel kapcsolatban a döntés 18-ban, vagy, vagy ez még mindig ilyen ötlet szinten van csak? Meg szeretnénk valósítani mindenképpen. 2010-ben a Paksi Patrióták Egyesülete Ismerőság vetette fel, társaság, ugye? természetesen, Igen. <laughs> azért mondom, és azért emlékszem ilyen jól is, hiszen én is tagja voltam, és vagyok is még egyébként a Paksi Patrióták Egyesületének. Mm. Vetettük fel a 2010-es választás, önkormányzati választás kapcsán, hogy ez egy nagyon jó lehetőség lenne a város számára. Azóta természetesen nagyon sok városban már működik a városkártya. Mi eh, alapvetően a kaposvári példát eh, tekintettük át, tekintettük meg az elmúlt évben, tehát jó magam, akkor még alpolgármesterként eh, tavasszal elutaztunk eh, kaposvára, és akkor ott tájékoztattak bennünket, hogy hogyan működik a városkártya. Nagyon jó eh, kezdeményezés, mindenképpen támogatná egyrészt a helyi Kis és középvállalkozásokat, ez a városkártya. Nyilván, hogyha ők valamilyen kedvezményt biztosítanak a városlakók számára, most nem akarok százalékokat mondani, akár egy százaléktól tíz százalékkal bezárólag, mindenki megállapíthatja, akkor nyilván náluk is megnő a forgalom, a paksiak reményeink szerint is. Tehát igen, költik ez el a nagy cél, pénzüket. hogy itt, itt kerüljön a pénz, ugye, boltokban, ne az legyen, hogy bármit veszünk, menjünk a szomszédvárosba. Így, így megírni a, a másik pedig, hogy nem csak a a cégekről van szó, tehát nem csak a vállalkozásokról, hanem a, az önkormányzati tulajdonban lévő akár múzeum, akár gyógyfürdő, akár uszoda tekintetében is kedvezményesen, hát. városkártyával kedvezményesen vehetnék igénybe, ezeket a szolgáltatásokat, nyilván csak a paksi. Ezt az önkormányzat rendekező. tudja létrehozni, vagy, vagy valamilyen magáncég is akár dönthet úgy, hogy egy ilyet megszervez. Ezt az önkormányzat uh, tudja létrehozni, és uh, szeretnénk is még az idén megvalósítani. Uh, egyébként uh, valamelyik uh, cégünkön keresztül működtetni. Mennyi szerepel, vagy szerepele a 2018-as költségvetésbe a központi park, ugye beleértve Csengejét, ugye egy-egy tétel már valahogy milyen módon azért megjelenik, ugye, mert moziról is szó van, amit pillanatnyilag a csengely tölt be, vagy mozi funkcióját. Ezekről légy mondani, hogy, hogy hogy döntöttetek? Igen, tehát az idei évi költségvetésben már szerepel egyébként a nem csak a Csengédén Kulturális központ teljes körű ö, felújítása majd, hanem a a és Kulturális központ környezetének, tehát a központi parknak, a lakótelepi központi parknak a felújítása. A, tervezi, a tervek már készen vannak egyébként. Ö, jó, nagyon jól tudom, hogy már nagyon régi probléma a központi parknak a, a kérdése. 2008-ban történt is egy előbb a... is ugye akkor ilyen együgyi átkörülítétel volt ez, és akkor azt mondták, hogy ezt nem lehet csak pályázati pénzből. Igen, és és, és azóta meghiús, nem volt úgy. arra energia, hogy ezt részletekbe, tehát három-négy fázisban megcsinálni. Ezt most az idejében akkor, akkor egy egy blokkba szeretnétek megoldani, vagy itt is itt, fokozatosan? Itt is fokozatosan több ütemben szeretnénk megoldani. A forrás az természetesen rendelkezésre, Nem azért szeretnénk több ütemben, mert nincs rá forrás, nincs rá keret, hanem azért, mert azért ez a központi park ez egy elég nagy terület, és elég nagy a kihasználtsága is, és hát ez csak egyszerűen kell. a praktikusok uh -huh, miatt uh -huh. több ütemben szeretnénk a, a, a központi parkot is felújítani. Tehát valóban, és ezzel összefüggésben természetesen a csengédénes kulturális központ teljes felújítása, sőt, bővítése is szóba kerül. És ezt ezt mindenképpen meg kell oldanunk. Ha minden jól megy, ugye akkor a mozi funkció megszűnik. Igen. Mert igen. hogy tervekben van az, hogy egy mozit, ami egyébként nem csak mozi, hanem központi kulturális rendezvények egyéb helye is lehetne, ez, ez mikor jelenik meg, hogy fogjuk mi ezt látni, és hol fogjuk mi ezt látni? Az idei évi költségvetésben mindenképpen szerepe, szerepelni fog ennek a kialakítása. Azért azt tudni kell, hogy ez egy nem egy. Ö, olcsó ö, beruházás ez is a csengédénes kulturális központban valósulna meg itt természetesen csak egy 60-80 fő befogadására alkalmas ö, moziról ö, lenne ö, szó hiszen az igény is azért ö, az igényekhez is szeretnénk igazítani a befogadó képességet és valóban hát nem csak ö, moziként működhetne majd akkor ez a kis közösségi ö, tér hanem akár kamara előadások tarthatók ott, Tudomásom szerint van nagyon jól működő paksi színjátszókör, ők is meg tudnának ott jelenni. Ugye, Tehát ez bocsáss ilyen... meg, ez szóba került már akkor is, amikor mi a Volt konzervgyár területén tervben volt az, hogy egy ilyen média központ, tévé, rádió, újság egy helyen lenne, és ott lenne egy ilyen kamaraterem, uh -huh. vagy nem tudom, ilyen koncerterem vagy valami, és akkor abban maradtak, hogy ez nem megvalósítható, hiszen egy hatalmas beruházás ez. Igen, az sem lett elfelejtve, a Volt Konzergyár területének a rehabilitációja, az természet az is szerepel a terveink között, csak az a, a másik csomagnak a, a feladata lenne. Tehát a kormányjal kötendő megállapodásban szerepel majd ennek a területnek a teljes rehabilitáció, és valóban ezen a területen majd. A, tehát a konzervgyárról van szó, ott egy mindenképpen egy új városközpont jelenne meg, közigazgatási, kulturális művelődési e, ifjúsági e, funkcióval. Tehát az ifjúság is ott e, találná meg majd a. Ami a szintén helyet. nagy igény, ugye, mert pillanatnyilag a legnagyobb probléma, hogy nincs egy olyan klubház, vagy vagy egy nem tudom, minek mondtam, akár egy kávéház, vagy valami ilyesmi, ahol a fiatalok ugye el, el tudnák tölteni az időt. Igen. Dunakömlődiek örülhetnek, hiszen van egy nyertes pályázat, ami arról szó, hogy biciklivel is ezután, vagy kerékpárral, bocsánat. Meg lehet majd a várost közelíteni. Ez a beruházás milyen szinten van, mikor lesz realizálva? Igen, még még 2016-os topos pályázat keretében pályázott a város ernek a, Dun a Dunakörnödi kerékpárútnak a kialakítására, és ott el, nyertünk is egy. Nagyon komoly összeget, 540 millió forintot ennek a kialakítására. 2018. október vége a projekt zárásnak az időpontja. Azt gondolom, hogy erre az időpontra megvalósítható a kerékpárút kialakításait nekünk azért nagyon komoly tárgyalásokat kellett folytatni a MÁV-val, hiszen a kerékpárút a vasúti síntől nem messze e, halad, és hát ugye itt meg kell lenni, meg kell felelni bizonyos elvárásoknak, törvényi előírásoknak, hogy a, a, a vasúti sintől hány méterre haladhat a kerékpárút, ami azért komolyan befolyásolta volna a költségvetését is ennek a kerékpárútnak, de sikerült egy nagyon jó konszenzusra jutni és elindul a kivitelezése idén tavasszal ennek. Ez a ugye azért után. is fontosabb most, mert ott azért sűrűbb lesz a vasúti forgalom, ha itt a beruházás megindul, legalábbis én így gyanítom. Tehát ezt Igen. a távolságot, és ebbe benne van, vagy valakinek benne van, az ha már a, a vasúti múzeum mondjuk szóba esik, hogy ott ugye több mint egy éve már van egy lezárás, a megcsúszott a partfal ezzel kapcsolatban, hogy áll a helyzet, kinek a feladata, ki fogja, mikor fogják megcsinálni, hogy ne villanyrendőr irányítsa ott a Igen. forgalmat. Ez sajnos, vagy nem sajnos, nem önkormányzati feladat, tehát nem paksvárosi önkormányzata ez tartozik, így igaz. Ezt egyrészt a magántulajdon, másrészt pedig a közútnak kell, tehát a magyar államnak kell ezt a feladatot megoldania. Egyébként nem könnyű feladat, tehát nyilván minden paksi tisztában van azzal, hogyha ott haladunk, ez nem csak ezt a területet érinti, ahol most éppen leszakadt a, a löszfal, hanem ezt, hát ez egy, ez, jó végig hosszú, ez egy jó hosszú szakasz. meg kell erősíteni majd. A városnak van-e lehetősége sürgetni, vagy forszírozni azt, hogy ez minél előbb megoldó? Nincs, -e? nincs, nincs lehetősége. Jó, még mielőtt a Paks 2, illetve a Rosszatom meg a beruházás kapcsán egy pár kérdés feltennék. Jött egy hallgatói kérdés, kinek adták el a Paksi Ipari Park KF-t és vagy az Ipari Parkot? Ezt kérdezi itt. A a Paksi Ipari Park Kft. értékesítésére e, került e, sor. E, ennek során e, azt a, magát csak a céget, céget adtuk el természetesen a miniszterelnökség számára. Tehát gyakorlatilag akkor ez beolvad most ugye, abban igen, a funkcióban, igen, ami, igen, igen. ami a régiót fogja majd gondolom én erősíteni. Igen, így igaz. No, és akkor Paksi ugye ahhoz, hogy ezek a beruházások megvalósuljanak, nagyon nagy, hogy mondjam, szükség van arra, hogy kapcsolat legyen a PAKS 2-vel, a Rosatommal, a minisztériummal. Ez a kapcsolatrendszer hogyan kikoordinálja, mik a lehetőségek? Igen, hát ez már egy korábban elindult uh, egyeztetési uh, folyamat, mind a három-négy fél számára ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy féle tekintetben uh, tartsuk a kapcsolatot, leüljünk és uh, tárgyaljunk. Nyilván arról van szó, hogy ami a Paks városát érinti, abban a, 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 a kerítésen kívüli feladatok, azokban egyeztetnünk kell, ö, nyilván Paks 2-vel, akár az orosz ö, féllel, különböző fórumok, de ö, ö, személyes egyeztetések is történnek. Ö, minden héten, ez egy heti egyeztetésre kell itt gondolni, minden héten ö, leülünk és egyeztetünk ebben a kérdésben. Hát egy nem kevés feladat, amiről itt beszélgettünk, és mennyi maradt ki belőle. Sajnos a műsoridünk vége felé járunk. Azt kérdezem én, hogy mindezek ellenére volt-e lehetőség mondjuk karácsonykor egy kicsit pihenni, vagy megünnepelni úgy igazából az új évet, vagy a család mit szól hozzá, vagy egy kicsit sűrűbb neked most a napod? Azt gondolom, hogy már ö, hozzászoktak ö, ehhez a jellegű... Ö, munkához, ami most rám várt, és igen, tehát sikerül azért a pihenésre is időt keríteni. Én mindig azt mondom, hogy a családdal való pihenés nem az időtartamtól függ, hanem a, hanem a tartalomtól és a minőségtől, én erre törekszem, és ezt ők érzik is, hogy amikor velük vagyok, akkor teljesen velük vagyok. Karácsonykor is természetesen sikerült pihennünk, és mindig megtaláljuk a, az időt a a kikapcsolódásra, a pihenésre. Töménytelen mennyiségű feladatból, ugye három alpolgármestere van a városnak, ezek szakmailag le vannak osztva, ez nagy segítség, gondolom én. Természetesen, azért a munkámat tényleg nagyon jó alpolgármesterek segítik, Barnabás István alpolgármester úr a nemzetközi kapcsolatokban segít, Bana János alpolgármester úr a Paks 1, Paks tartja a kapcsolatot, illetve a különféle Beruházó cégekkel tartja a kapcsolatot, és a gazdasági ügyekért felelős Kovács Sándor alpolgármesterről pedig a városmarketing, kommunikáció, turisztikai területen, illetve a városfejlesztési kérdésekben segíti a munkámat. Ő egyébként jövő héten lesz a Fortuna Unikum vendége, de nem úgy, mint a, nem olyan pozíciójában, mint a polgármester, vagy nem csak olyanban, hanem mint a Fidesz helyi szervezetének a vezetője. Egyben elmondom azt is, hogy utána pedig február első hét végéjén Vidat Ünne kolléganőm az atomerőmű vállat vezérigazgatójával Hanvas Istvánnal fog majd az Unikumban beszélgetni. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Én nem kívánhatok más a nevében, csak azt, hogy ezekből, amik itt elhangoztak, minden megvalósuljon, és akkor nekünk is jó lesz. És, és hát a, ami a legfontosabb, ugye, hogy ez a beruházás azért sok-sok gonddal is fog járni olyan értelemben, hogy sok minden megváltozik. Hát a, a lakóktól meg, meg azt várjuk, ugye, mint ami volt annak idején, mikor az első négy blokk elkezdett épülni, vagy elkezdték építeni, hogy toleránsan működjenek közre még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm. Hallgatóknak további jó rádiózást. Hamarosan 10 órától indul az akt az elmúlt hét esemény összefoglalójával. Aztán fél 12 pedig jön a Dunántúli Ogros. jó rádiózást. Elköszön az elmúlt négy óra műsorvezetője, Sukert József, szép napot szavaztok! Kuriózumok és a mindennapok.